Elismerte Klaus Johannis, hogy Románia schengeni csatlakozásának ügyében lassú az előrelépés. Az államfő az Európai Tanács Brüsszelben szervezett nyári ülése előtt nyilatkozott a téma kapcsán. Klaus Johannis kijelentette, hogy Románia schengeni csatlakozásának témáját informálisan több szinten is megvitatják, az előrelépés viszont lassú ütemű, de Spanyolország már többször jelezte, hogy hajlandó ezt a kérdést az EU soros elnökségének napirendjére tűzni. Továbbra is tárgyalni fogunk és megoldásokat keresünk, de szeretném világossá tenni, ez a kérdés hivatalosan nem kerül fel a bel- és igazságügyi tanács napirendjére mindaddig, amíg nincs egy olyan mértékű egyetértés, amely pozitív megoldáshoz vezet. Nem játszadozhatunk egy olyan kérdéssel, amely létfontosságú Románia és valószínűleg Bulgária számára is, és fontos az Unió számára. Nem tehetjük meg, hogy újra és újra szavazásra bocsátunk valamit, és folyamatosan negatív válaszokat kapjunk. Hozzátette, amikor a schengeni csatlakozás témája hivatalosan megjelenik a bel- és igazságügyi tanács napirendjén, azt jelenti, hogy kellőképpen előkészítették ahhoz, hogy ne legyen ismét kudarc belőle. Románia és Bulgária schengeni csatlakozása vagy nem csatlakozása, nem Románia vagy Bulgária kudarca, vagy csak Románia és Bulgária sikere. Ez egy alapvető, létfontosságú európai kérdés, és ha sikerrel járunk, az az unió sikere. Ha nem sikerül, az az unió kudarca, fogalmazott Johannis.